Javaslatcsomagot fogalmazott meg Orbán Viktor a migráció megfékezésére. Budapesten tárgyalt az osztrák és a szerb vezetővel. Hét kérdés lesz a nemzeti konzultációban, az egyik a gázszankciókról. Magyarország az első, ahol kikérik az emberek véleményét. Öten haltak meg Pozsonyban, amikor busz megállóba hajtott egy autó, köztük több egyetemista, a sofőr részeg volt. És lassan halad a mentés a hurrikán által letarolt Floridában, több helyen is későn adhatták ki az evakuálási parancsot. Ez a Híradó fél nyolctól az M1-en, Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Magyar-osztrák-szerb migrációs csúcsot tartottak ma Budapesten. Orbán Viktor 3 pontos javaslatot tett a bevándorlás megfékezésére. A miniszterelnök azt mondta, délebre kell helyezni a migrációs védvonalat, hotspotokat kell kialakítani az unió határain kívül, akik pedig illegálisan érkeztek az unióba, azokat vissza kell vinni oda, ahonnan jöttek. Az osztrák kancellár és a szerb elnök a partnerséget hangsúlyozta, a vezetők hamarosan Belgrádban folytatják a közös munkát. Magyarországon a múlt héten csak nem 4900 határsértőt tartóztattak föl, és kísértek vissza a határhoz a rendőrök és a határvadászok. A kormány tájékoztatása szerint 2015 óta idén a legnagyobb a migrációs nyomás a határon. Orbán Viktor kezdeményezésére az illegális bevándorlás kezeléséről magyar-osztrák-szerb csúcs találkozót tartottak Budapesten. A helyzet egyre nehezebb. A számok és a tények egyre riasztóbbak. 3 olyan ország vezetője találkozott, amelyet a lehető legsúlyosabban érint a migráció kérdésköre. Ez rengeteg energiát, élőerőt és óriási összegeket emészt föl, miközben egyáltalán nem elégedettek azzal a helyzettel, ami kialakult. Hangsúlyozta Orbán Viktor az egyeztetés utáni sajtótájékoztatón. Miközben a világnak ma vannak más égető problémái, a figyelem is ezekre irányul elsősorban, hiszen itt az orosz-ukrán háború, itt van a mindannyiunkat gyötrő magas energiárak és a szankciók problémája. És a migrációra nem irányul elegendő figyelem, pedig ez legalább olyan fontos kérdés, mint az másik kettő. Közölte, arra tettek most kísérletet, hogy szembenézzenek a helyzettel, és intézkedéseket dolgozzanak ki. Szólt arról is, hogy az Európába vezető migrációs útvonalak közül a legsúlyosabban érintett a nyugat-balkáni. Ez a 3 ország nem egyszerűen csak a saját határait védi, persze én Magyarország nevében beszélek elsősorban, hanem egész Európát védjük. Magyarország teljesíti a schengeni tagságból fakadó kötelezettségeket. De az lenne az érdekünk egész Európának is, és mindhármunknak, akik itt állunk, hogy ezt a védvonalat minél délebbre toljuk. Ma az elsődleges védvonal a szerb-magyar határ, és mindannyiunknak az az érdeke, hogy ez a védvonal délebbre kerüljön. Orbán Viktor arról beszélt, eddig is adtak segítséget Szerbiának és Észak-Macedóniának, de most az együttműködést ki kell terjeszteni. Közölte, a mostani találkozó után hamarosan lesz egy következő Belgrádban. Egy 3. találkozót is terveznek, amelynek Bécs lehet a gazdája. Az Európai Unió menekültügyi rendszere megbukott, hangsúlyozta az osztrák kancellár. Karl Nehammer szerint sürgősen el kell azon gondolkodni, hogy miként lehet megváltoztatni a jogszabályokat. Fontos, hogy a bizottság megtegye a szükséges lépéseket. Egy valós védelem szükséges a külső határokon. Ellenkező esetben ugyanis nem lenne lehetséges, hogy ilyen nagy számban lépjék át az emberek a külső határokat, hogy Ausztriába jussanak. A külső határokon gyors uniós eljárásokat kell lefolytatni a migránsokkal szemben, és visszajuttatni őket a küldő országokba, mondta Karl Nehammer. Alexander Vučić szerb államfő arról beszélt, Szerbiában egyre nagyobb problémát jelent az illegális migránsok növekvő létszáma. Ráadásul Ukrajnából és Oroszországból is egyre többen érkeznek az országba. Emlékeztetett, az Európai Unió január 1-től életbe lépő új vízumpolitikája miatt nehezebb lesz Szerbiából a nyugati országokba utazni. Ezért az új helyzet kezelésére Magyarország, Ausztria és Szerbia közös akciótervet dolgoz ki. Belgrádban az emberek nem is tudják, hogy milyen komoly problémákkal szembesül a határőrségünk, de a magyar kanizsaiak és az északi határ mellett élő emberek nagyon is
érzik ezt. Ezért igyekszünk ezzel a közös összefogással, közös munkával segíteni mindhárom ország illetékes rendészeti erőinek. Jelentette ki Alekszandr Vučić megjegyezve, néhány nap múlva Belgrádban dolgozzák ki a megállapodás részleteit. Az osztrák kancellárt és a szerb elnököt a Sándor palotában fogadta Novák Katalin köztársasági elnök. A találkozón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is. Több mint 1700-an próbáltak illegálisan bejutni Magyarországra a hétvégén. A számok azt mutatják, hétről hétre többen jönnének, így a határvédelem egyre nagyobb erőfeszítést igényel. A szerb oldalon is aggasztó a helyzet, ezrek torlódnak, miközben egyre gyakoribbak az összetűzések a bevándorlók között. Ezt a felvételt a helyiek rögzítették néhány nappal ezelőtt Királyhalmon. Hosszan kígyózó sorban menetelnek a migránsok a magyar határ felé. Az erdős területekre érve illegális táborokba szóródnak szét. Ezt a tábort a határkerítéstől alig néhány száz méterre alakították ki maguknak. Sátrak és hatalmas szeméthegyek között bujkálnak. Egyesek a földre leterített takarókon pihennek, mások az okostelefonjaikon keresik a továbbjutási útvonalakat. Ennek a csoportnak a tagjai már kétszer is megpróbáltak átszökni a kerítésen, de nem jártak sikerrel. Át akartunk jutni Magyarországra, de ott a rendőrség. Németországba megyünk. Itt az erdőben várjuk az alkalmat, hogy átmenjünk a kerítésen, mondja ez az iraki migráns. A környéken mindenütt lehet találkozni idegenekkel. Egy másik csoport a fák között az erdőben keresett menedéket. Kivágják a fákat, tüzet gyújtanak, és nagy pusztítást hagynak maguk után. A település lakói azt mondják, nagy csoportokban érkeznek a migránsok a magyar határ közelébe. Képzelje, amikor itt több mint 40 idejöttek a kerítésem mellé, csak néztem, hogy hát most mi lesz meg. Mentek köröztül a sineken, nem mondjam, hát 500 méter hosszan is. Csapatostú. Egy marokkói migráns elmondta, gyakoriak közöttük az összetűzések. Sok olyan ember van a táborban, akik összetűzést gerjesztenek, amik főként nemzeti súrlódásokból fakadnak. Vannak, akik látni sem bírják egymást, mesélte egy migráns. Több nemzetiség is, többféle állampolgárság is van itt, ugye vannak az észak-afrikaiak, vannak az afgánok, vannak a szíriaiak, és még sokan mások. Az etnikai feszültségekre mutatott rá a Migráció Kutató Intézet kutatója is a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Egyszerűen annyian vannak már, és olyan volumenű ez a migráns áradat, hogy szükségképpen összeütközésbe kerülnek ezek az emberek egymással. Ez pedig sokszor vérre menő bűncselekményekhez vezet. Három hónapja dörrentek el az első lövések, azóta pedig rendszeressé váltak az embercsempészek és a migránsok között. Legutóbb pénteken lövöldöztek a Szabadka melletti maghetesi erdőben, mindössze néhány száz méterre az ott élők házaitól. A feszültség tapintható. Az embercsempészek közötti bandaháború is élezi a helyzetet. A migránsok folyamatosan ostromolják a magyar határkerítést. Tömegesen indulnak el a határ felé, mert úgy vélik, így nagyobb az esélye annak, hogy átjutnak. Csak az elmúlt hétvégén több mint 1700 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és a katonák. A tengeri migrációs útvonalak is forgalmasak. Idén csak a földközi tengeren 40 ezeren próbáltak eljutni Európába. A tenger ugyanakkor egyre viharosabb, így sokszor végződnek tragédiával ezek a próbálkozások. A hétvégén a görög parti őrség több tucat embert mentett ki a vízből, és a Kanári-szigeteknél is találtak egy hajót, ott egyetlen egy ember élte túl a veszélyes utat. Vasárnap éjjel is dolgoztak a spanyol parti őrség munkatársai. Szombaton riasztották őket egy csónakhoz, amelyet a Kanári-szigetek partjaitól 240 kilométerre vettek észre hánykolódni a nyílt óceánon. A lélekvesztőben négy ember holttestére és egy túlélőre bukkantak, aki sürgősségi ellátásra szorult. A 26 éves elefántcsontparti férfi állítása szerint 34-en indultak el Nyugat-Szahara partjaitól, és már 9. napja voltak úton, amikor csónakjuk felborult. A hatóságok még keresik a hajó többi utasát. A Nyugat-Afrikából a Kanári-szigetek felé vezető migrációs útvonal az egyik legveszélyesebb a szakértők szerint. Ennek ellenére már idén is mintegy 12 ezeren próbáltak meg ezen az úton Európába jutni. Közülük több mint 900-an odavesztek még mielőtt partot értek volna. A hétvégén a görög parti őrségnek is sok dolga akadt. 56 embert mentettek ki a nyílt tengerről.
A Kefalónia szigetétől 50 kilométerre hánykodódó észak-afrikai migránsok először visszautasították a segítséget. A viharossá váló tenger végül jobb belátásra bírta őket. A földközi tengeri migrációs útvonalon keresztül idén már csak nem 40 ezeren próbáltak eljutni Európába. Az illegális migráció állandó feszültségek forrása a görög és a török hatóságok között. A törökök által legutóbb szeptemberben bemutatott drónfelvételeken állítólag a görög parti őrség egyik hajója látható, amint migránsokat hagy magára az Égei tengeren. A csónak utasait végül a török parti őrség halászta ki a vízből. A görög hatóságok szerint viszont a törökök provokálják őket azzal, hogy rendszeresen migránshajókat indítanak útra Görögország felé. Hét kérdést tartalmaz a hamarosan induló nemzeti konzultáció, az egyik rész pedig a gázszankciókra vonatkozik majd. Az Unióban Magyarország az első, ahol kikérik az emberek véleményét a brüsszeli szankciókról. A csütörtökön kezdődő uniós csúcson egyébként várhatóan újabb korlátozó intézkedések merülhetnek fel, legalábbis az Európai Tanács elnöke erről írt a tagállamok vezetőinek. Postai úton, levélben és online az interneten is ki lehet majd tölteni az újabb nemzeti konzultációs kérdőívet. Több millióan mondhatják-e véleményüket ezúttal az uniós szankciókról. A nyomtatvány a korábbiakhoz hasonló lesz, összesen 7 kérdésre lehet majd válaszolni. Ezek kidolgozása még folyamatban van, de biztosan lesz köztük egy a gázszankciókra vonatkozó rész. Olajszankciók mellett a gázra is ki akarják terjeszteni a korlátozó intézkedéseket. Brüsszel azt ígérte, hogy az energiaszektorra nem vett ki korlátozásokat, de ezt fokozatosan felülírta, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba kiemelte, a szankcióknak súlyos következményei vannak az európai életre. Vállalkozások korlátozzák vagy állítják le a termelést, tovább emelkedik az infláció, és minden országban drágulnak a rezsiszámlák. Vannak, akik szerint a szankciók működnek. Egyes brüsszeli vezetők azt is mondják, hogy szenvedni fogunk, de majd csak túléljük valahogy. Szerintünk viszont a szankciók tönkreteszik a gazdaságot, ezért mielőbbi irányváltásra van szükség. Ha sokan kiállunk ezen vélemény mellett, akkor el is tudjuk érni. Ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban. Az Európai Unió a háború kitörése óta 7 szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben. Eközben a gáz ára például a 8-szorosára, az áramé pedig a 3-szorosára nőtt az egy évvel korábbihoz képest. De úgy tűnik, hogy Brüsszel továbbra is kitart a szankciós politika mellett. Legalábbis ez derül ki a csütörtökön kezdődő prágai uniós csúcs meghívó leveléből, amelyet az Európai Tanács elnöke küldött a tagállami vezetőknek. Charles Michel azt írta, az EU tovább fogja erősíteni a korlátozó intézkedéseit Oroszországgal szemben. A szankciós politikát mindenkire ráerőltetik, de nincs közös pénzügyi alap. A szankciók miatt nehéz helyzetbe került vállalatoknak közös uniós segítségre van szüksége, mert különben megbomlik az európai egység. Erről beszélt Orbán Viktor a magyar-osztrák-szerb csúcs találkozó után. A miniszterelnök hangsúlyozta, hazánk gázellátása biztosított, köszönhetően Szerbiának. A két ország a legszorosabb energetikai együttműködésre törekszik. Az ország működtetéséhez 5-6 hónapra elegendő mennyiségünk van, de azt nyugodtan mondhatom, hogy amíg Magyarországon lesz gáz, addig lesz Szerbiának is gáz, majd valamilyen módon megsegítjük egymást, mert nem felejtjük el, hogy ebben a nehéz időben is föl tud jutni a gáz Szerbiából Magyarországra. A háború nem ért véget, Oroszország helyett pedig Európa került válságba, ezt a századvég vezető elemzője mondta a Kossuth Rádióban. Palóc André szerint a brüsszeli szankciókat felül kell vizsgálni, ezért is fontos, hogy minél többen vegyenek részt az újabb nemzeti konzultációban. Erőfölmutatás például ilyenkor a brüsszeli asztalnál. Nyilvánvaló, hogy a kormányzat minden alkalommal, amikor mondjuk egy vitában volt Brüsszelrel, akkor jogosan és helyesen tudta azt mondani a korábbi konzultációknak is köszönhetően, hogy nem önmagában gondolja így, hanem a magyar emberek véleménye, álláspontja, döntése köti. Ő a magyar emberek álláspontját képviseli. Az uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció hamarosan indul. A kérdőívek várhatóan heteken belül megérkeznek a magyar családokhoz. Már a világosan látszik, hogy az elhibázott brüsszeli szankciók fordítva sültek el, jelentette ki Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, az energiaárak az egekbe szöktek, ami minden európai állampolgár életét megnehezíti. A Fidesz KDNP ezért azt kéri, hogy mindenki töltse ki a konzultációs kérdőívet.
Mára világosan látszik, hogy a szankciók fordítva sültek el. A háborúnak nem vetettek véget, miközben minket gazdaságilag tönkretesznek. A szankciók tekintetében tehát politikai vita van, még mi, a Fidesz-KDNP ezt ellenezzük, addig a baloldal támogatja a szankciókat. Fontos azonban, hogy ebben a mindannyiunkat érintő kérdésben egységet teremtsünk, ezért kérünk mindenkit, hogy töltse ki a szankciókkal kapcsolatos nemzeti konzultációt. Olaszországban fokozódik az energiaválság, miután a Gazprom felfüggesztette a gázszállítást az Ausztrián keresztüli vezetéken. Az olasz energiaügyi miniszter kijelentette, van ugyan elegendő gáz télire, de az ára komoly gondot jelent. Róma, Sárközi Júlia. Az olasz energiaszolgáltató már is bejelentette, hogy a következő 24 órában sem várnak változást, tehát a negyedik nap is gáz érkezése nélkül fog eltenni Oroszország irányából Olaszországba. Ugyanakkor a mostani ügyvivő kormány illetékes minisztere hangsúlyozta, hogy jelenleg ez még nem teremt válsághelyzetet, ami a mennyiséget illeti. Problémát főleg a gáz ára jelent Olaszországban családok és vállalkozások számára. Bajba kerülhetnek a belga vállalkozók az elszabadult energiaárak miatt. Az egyik pékség tulajdonosa 20 év után volt kénytelen bezárni üzletét, mert nem tudta kigazdálkodni a 6-szorosára nőtt villanyszámláját. Azt mondta, hogy ha nyereséges szeretne maradni, 7000 forintért kellene adnia a kenyeret. Közben a belgák csak nem kétharmada aggódik amiatt, hogy nem tudja kifizetni a számlákat. Egy a napokban bezárt pékség előtt állnak az emberek a Belgium délnyugati határán fekvő Van Simon településen. A tulajdonos kénytelen volt bezárni üzletét, ugyanis a 6-szorosára emelkedett villanyszámláját már csak úgy tudta volna kigazdálkodni, ha 17 euróért, azaz több mint 7000 forintért ad egy kenyeret. Teljességgel lehetetlen kifizetni egy ekkora villanyszámlát, nem tudunk ennyit fizetni. Jó lenne, ha ugyanannyi szolidaritást tapasztalnánk a kormány részéről, mint amennyit a volt vevőinktől kapunk, mondta a pékség tulajdonosa. A kis település lakóit sokkolta az üzlet bezárása, ugyanis sokan 20 éve nap mint nap itt vásárolták meg a kenyerüket. Cunamiként sújtott le ránk a hír. Tudja, egy kis településen a pékség és a hentes üzlet a falu központja, mondja egy lakos. Vannak más üzletek is a falvakban, amelyeknek hasonló problémájuk lesz, mondta egy másik férfi. A szankciók következtében megugró energiaárak miatt a belga lakosság is egyre elégedetlenebb. Néhány nappal ezelőtt több ezren tüntettek Brüsszelben, ahogy fogalmaztak, az elviselhetetlen megélhetési költségek miatt. A belga statisztikai hivatal adatai szerint az infláció augusztusban csaknem 10% volt, amely 1976 márciusa óta a legmagasabb szint. Az élet elviselhetetlenné vált, az emberek nem bírják tovább. Azt várjuk a kormánytól, hogy határozott lépéseket tegyen. Béremelésre van szükség, mondta akkor egy szakszervezeti vezető. Egy friss belga közvéleménykutatás szerint a lakosság 64%-a aggódik amiatt, hogy nem fogja tudni kifizetni a villany- és gázszámlát, amely az elmúlt év alatt több mint kétszeresére nőtt. A megkérdezettek 80%-a azt mondta, hogy spórolnia kell az energiával és a vízzel. Megszavazta az orosz parlament alsóháza a 4 megszállt ukrajnai megye Oroszországhoz csatolását. A felsőház holnap tárgyal majd a javaslatról. Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizsia megye elcsatolásáról múlt héten tartottak népszavazást a régióban, az eredményt ugyanakkor egyetlen ország sem ismeri el. Az elcsatolást közben heves harcok követik, az ukrán csapatok újabb településeket foglaltak vissza Herszon megyében, és állításuk szerint jelentős csapást mértek az orosz erőkre. Újabb településre tűzték ki a kék-sárga lobogót az ukrán katonák Herszon megyében, miután sikerült áttörniük az ellenséges vonalakat és visszavonulásra kényszeríteni az orosz csapatokat. A veszteségeket Moszkvában is elismerték. A túlerőben lévő páncélos egységeivel az ellenségnek sikerült éket ütnie a védelmünkbe, közölte az orosz védelmi minisztérium szóvivője hétfői tájékoztatóján. A déli fronton elszenvedett veszteségek csak tetézik az elmúlt napok kudarcait. Az orosz barát fegyveresek szombaton vonultak ki Liman városából. A stratégiai fontosságú település visszafoglalásával megnyílt az ukrán csapatok útja Donyeck megye keleti területei felé.
Vladimir Vladimirovics Putin. Pedig Donyeck egyike annak a négy megyének, amelyet Vladimir Putin múlt pénteken Oroszország részévé nyilvánított. Az orosz elnök akkor azt ígérte, minden eszközzel megvédi a beolvasztott területeket, amelyek a nemzetközi közösség által vitatott népszavazáson nyilvánították ki csatlakozási szándékukat. Az orosz parlament alsóháza hétfőn szavazott a kelet-ukrajnai megyék beolvasztásáról. A különleges katonai műveletek céljait és feladatait kijelöltük, és azokat kétség kívül végre is fogjuk hajtani. Az elnök döntött, és aláírta a Luhanszki és Donyecki népköztársaságok, valamint Herszon és Zaporizsja megyék csatlakozásáról szóló dokumentumokat. Most önökön a sor. Nyitotta meg a szavazást a parlament elnöke. Az állami duma egyhangulag hagyta jóvá a csatlakozási szerződéseket, amelyeket még a törvényhozás felsőházának is el kell fogadnia. Továbbra sem egyértelmű azonban, hogy hol húzódnának Oroszország új területeinek határai a parlamenti szavazást követően. Az elnök szóvivője ezzel kapcsolatban azt mondta, a végső döntés a csatlakozó területek lakosainak kezében van. Dmitrij Peszkov közölte, konzultációt tartanak Donyeckben, Luhanszkban, Herszonban és Zaporizsjában arról, hol húzzák meg a megye határukat. Oroszország ugyanis egyik megyét sem tartja teljes mértékben az irányítása alatt. 180 fokos fordulatot vett a brit kormány sokat vitatott adópolitikája. A londoni kabinet elhalasztja a 10 napja kihirdetett történelmi léptékű adócsökkentés tervét. Liz Truss miniszterelnök vasárnap este a BBC-n ismerte el a reformtervezet kudarcát. Kijelentette, jobban meg kellett volna alapozni az új adminisztráció merész és egyben kockázatos gazdasági csomagját. Hozzátette azonban, kitart a tervezet mellett, ami várhatóan februárban kerülhet majd a parlament elé. A 45%-os jövedelemadó kulcs csökkentési terv ugyanis óriási felfordulást okozott, a font rekord alacsony szintre süllyedt a dollárral szemben. Orbán Viktor miniszterelnök hétfő este telefonon gratulált Milorad Dodiknak, a bosznia-hercegovinai államelnökség szerb tagjának ahhoz, hogy a hétvégi választáson a boszniai szerb köztársaság elnökévé választották, tájékoztatta az MT-t a kormányfő sajtófőnöke. Havasi Bertalan közleménye úgy fogalmaz, Orbán Viktor biztosította az újra választott vezetőt arról, hogy a jövőben is mindent megtesz eddigi kiváló politikai együttműködésük folytatása érdekében. Stabil, előremutató partnerség és barátság alakult ki Magyarország és Üzbegisztán között, és minden feltétel adott az együttműködés fejlesztéséhez. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt egy magyar-üzbég üzleti fórumon. Rámutatott, napjainkban a legtöbb beruházás Magyarországra keletről érkezik, és Üzbegisztán, illetve a régiója fontos szereplő a magyar gazdaság számára. Fontosnak nevezte egyebek közt az atomenergiai együttműködést aláhúzva, hogy Üzbegisztán a világ egyik legnagyobb urán termelője. Az elmúlt 12 év során 49%-kal sikerült növelnünk kereskedelmi kapcsolatainkat a keleti világgal. Mint tudjuk, hogy Közép-Ázsia kulcs szerepet tölt be ezekben a folyamatokban. Azt se felejtsük el, hogy Üzbegisztán milyen fontos szerepet tölt be a regionális stabilitás fenntartásában, ami különösen jelentős, tekintve, hogy ez a földrajzi régió Európához hasonlóan súlyos kihívásokkal néz most szembe. Köztudomású, hogyha Közép-Ázsia stabil, Európa is nagyobb biztonságban van. A magyar-koreai gazdasági együttműködés óriási sikertörténet, ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter annak alkalmából, hogy a távol-keleti ország nemzeti légitársasága a 2022-es téli szezon végéig heti 2, majd 2023 nyarán heti 3 közvetlen járatot indít Budapest és Szöul között. Szijjártó Péter azt mondta, ebben a küzdelemben az egyetlen ellenfelünk a távolság, de ma ezt is sikerült legyőzni. A járatok által a két ország közötti turisztikai forgalom jelentős növekedésére is számítanak. Már a koreai vállalatok a harmadik legjelentősebb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, és ma, amikor a világgazdaságnak újabb fekete időszakában vagyunk, különös jelentősége van a kiszámítható, megbízható partnerségeknek, különös jelentősége van a nagy méretű, nagy mértékű és sok munkahelyet létrehozó beruházásoknak. És biztosak vagyunk abban, hogy azzal, hogy a két ország közötti kapcsolat fizikailag is sokkal szorosabbá és könnyebbé válik, ezáltal a magyar-koreai gazdasági együttműködés sikertörténetének könyvében még egy újabb fejezetet írhatunk majd.
A jövő évtől változnak a felsőoktatási felvételi szabályok. Több egyetemen és főiskolán várhatóan nem lesznek annyira szigorúak az elvárások, de a legnépszerűbb képzésekre így is szükség lesz az emelt szintű érettségire. 2024-től pedig újabb változás jön, akkor a pontszámítási rendszer alakul majd át. Amikor érettségizünk, el kell dönteni, hogy közép vagy emelt szinten fogunk-e érettségizni. Mára tovább tanulásra készülnek az Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium végzősei, tanárukkal közösen beszélik át a legfontosabb tudnivalókat. Szarka Dorottya régóta tudja már, hogy gyerekekkel szeretne majd foglalkozni, tudatosan erre készült már a gimnáziumi évek alatt. Ami nagyon szimpatikus nekem, az a pedagógus szakma, és ezért a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szeretnék történelem hittanszakos pedagógus lenni. Az esztergomi gimnáziumban hozzá hasonlóan szinte az összes végzős tovább tanul. A diákjaink túlnyomó része emelt szintű érettségére készül. Aki nem jár emelt szintű felkészítésre, az, aki egyáltalán nem akar tovább tanulni, hanem szakmát szeretne tanulni. Változnak a felsőoktatási felvételi szabályok. 2023-tól az egyetemek, főiskolák szabadon dönthetnek arról, hogy eltörlik-e a 280 pontos minimum ponthatárt, és arról is, hogy kérnek-e az adott vizsgatárgyból emelt szintű érettségit. Debrecenben úgy döntöttek, lesznek olyan szakok, ahol könnyítenek, de sok képzésnél továbbra is követelmény lesz az emelt szintű érettségi. Ilyen szakok az orvostudat, általános orvosszak, a gyógyszerész, a fogorvosszak, jogászszak, és ide tartozik több szak a gazdaságtudomány és a műszaki képzés területéről. A Nyíregyházi Egyetemre vélhetően valamivel könnyebb lesz majd bekerülni, mint az elmúlt években. Nemrég döntött arról a szenátus, hogy bár pluszpontot ér az emelt szintű érettségi, már nem lesz előfeltétele a felvételinek 2023-tól. Emellett más egyéb kedvezményeket is adnak, bátorítva ezzel a leendő hallgatókat. Úgy a nyelvtudásban, mindenféle hozott többlettudásban, azokban az ismeretekben, amelyeket a hallgatók már középiskolás korukban fakultációk formájában elsajátíthatnak. Természetesen az emelt szintű érettségit is pluszpontokkal kívánjuk díjazni. 2024-től pedig újabb változások jönnek. Marad az 500 pontos felvételi rendszer, ebből azonban 100 intézményi pont lesz, amelyben lehet szóbeli vagy gyakorlati vizsga, de többletpontot adnak majd egyebek mellett a munkatapasztalatért és a külföldi gyakorlatért is. Legyen meg a lehetőség arra, hogy olyan felvételi rendszer alakuljon ki, amely az intézményeknek szabadságot ad, illetőleg legyen olyan felvételi rendszer, amivel az intézmények fel tudják mérni azokat az egyedi tehetségeket, azokat az egyedi kiválóságokat, akiket utána a felsőoktatásba kívánnak csábítani. Az új szabályok célja, hogy a jelenleginél is több fiatal jusson be a felsőoktatásba. Az országgyűlés elfogadta a büntető eljárásról szóló törvény módosítását. Ez a javaslat is azért született, hogy elháruljanak az akadályok az uniós pénzek érkezése elől. A kormány és az Európai Bizottság közötti tárgyalások már lezárultak, a megegyezéshez szükséges módosítások elfogadása után egy új szervezet is ellenőrzi majd az uniós pénzek felhasználását. Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében. Az országgyűlés már tárgyalja azokat a törvényjavaslatokat, amelyek elfogadása esetén megnyílhatnak a Magyarországnak járó uniós források. Ezek között van a büntető eljárásról szóló törvény módosítása, amely lehetőséget ad arra, hogy a hatóságok által megszüntetett, súlyos korrupciós jellegű ügyekben bárki felülbírálati indítvánnyal, úgynevezett vártki kényszerítéssel éljen. De módosul a jogalkotási törvény is. Erre azért van szükség, mert a kormány vállalta, hogy a jogszabálytervezetek 90%-át társadalmi egyeztetésre bocsátja. Egy másik javaslat lehetővé teszi az Európai Csalás Elleni Hivatal az OLAF helyszíni ellenőrzésének pénzügyőri támogatását. A kormány az Európai Uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzése érdekében létrehozza az EU pénzügyi érdekeinek védelmében fellépő integritás hatóságot, amely a kormánytól és más szervezetektől független lesz. Navracsis Tibor, a tárgyalásokért felelős területfejlesztési miniszter korában arról beszélt, ez a hatóság érezheti majd, ha összeférhetetlenség, csalás, korrupció vagy bármely más jogsértés szabálytalanság gyanúját észleli. Alapvetően az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek közbeszerzési eljárásait fogja ellenőrizni, és olyan esetekben beavatkozhat,
ahol véleménye szerint az illetékes hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket. Olyan csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására, amely hátrányosan érinti az uniós pénzügyi támogatások végrehajtását. Az új hivatal mellett, amely november második felében alakulhat meg, létrejön egy korrupcióellenes munkacsoport is. 15 ezer milliárd forint a tét. A 2021 és 2027 közötti költségvetési ciklusra 8800 milliárd forint, míg a Covid-válság kezelésére létrehozott helyreállítási alapból 6200 milliárd forint jár Magyarországnak. Azt kell látnunk, hogy ebben a helyzetben, ebben a nagyon negatív gazdasági környezetben minden fillére szükség van. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a Covid-válság, az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt Magyarországnak fontos, hogy minél hamarabb megkapjuk a pénzt. Az Unió alapvetően most azt támogatja, hogy a zöld átállás történjen meg. Ez a mostani energetikai helyzetben még inkább fontos, mint amennyire eddig volt. A másik, amit nagyon támogat az Unió, az a digitális átállás, az egész gazdaságnak a digitális forradalma, a digitális átalakítása, és emellett, ami a magyar kormánynak különösen fontos, és a magyar kormány mindenképpen szeretne erre is pénzt félretenni, ez a pedagógusoknak a bérének a rendezése. A szakértő hozzátette, Magyarország teljesíti a tárgyalásokon tett vállalásait, ezért semmilyen pénzügyi szankció nem érheti. Brüsszel legutóbb november 19-ig adott időt a magyar kormánynak, így a pénznek legkésőbb a jövő év első hónapjaiban mindenképpen meg kell érkeznie. A DK azt javasolja, hogy a válság alatt a jelenlegi háromról emeljék 9 hónapra az álláskeresési járadék folyósítási idejét. Dobrev Klára szerint munkahelyek fognak megszűnni, és emberek megélhetése kerülhet veszélybe. Az árnyék kormány szerint már most fel kell készülni a recesszióra. Felül kell vizsgálni, és meg kell emelni minden járadékot és juttatást, amit a munkahelyüket elvesztők kapnak Magyarországon. A Mi Hazánk mozgalom utcai demonstrációkat tervez, amiért a kormány nem támogatja a javaslataikat az országgyűlésben. Torockai László azt mondta, flashmobokat, utcai performanszokat és félpályás útlezárásokat is terveznek. Szeretnénk, hogyha a javaslataink közül akár a rendszerhasználati díj csökkentése, az áfa csökkentése az energiaszámlák esetében, tehát hogyha ezek közül a javaslataink közül legalább egyet a kormány megfogadna. Az LMP minden magyar minisztert arra kér, hogy foglaljon állást a szélenergiával kapcsolatban. Kanász Nagy Máté szerint ez az energiaforrás megbízható, olcsó és biztonságos, emellett segíthetne az ország energiafüggetlenségének elérésében. Mindegyik minisztert írásbeli kérdéssel kerestem meg, és arra kérem őket, hogy foglaljanak állást ebben a vitában. Az adott miniszter úr, miniszterasszony támogatja-e vagy ellenzi a szélenergia hasznosítását Magyarországon? Nem kapott elegendő támogatást a Népjóléti Bizottságban az MSZP családi pótlék emeléséről és élelmiszerkupon bevezetéséről szóló javaslata. A párt szerint ezekre az energia és rezsiválság enyhítése érdekében lenne szükség. Nem adjuk fel. Nekünk igazi szocialista, igazi baloldali pártnak az a feladatunk, hogy a bérből, fizetésből élő dolgozókat, a munkavállalókat és mindazokat, akik kiszolgáltatottak ennek a rendszernek, segítsük, támogassuk. Öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték azt a fiatalt, aki 3 éve megkéselte tanárát egy győri középiskolában. Az akkor 17 éves fiú rossz jegyet kapott, ezért támadt a tanárnőre, akit hátba szúrt. Az oktató később életveszélyes állapotba került a kórházban. Az ítélet nem jogerős, a vádlott enyhítésért fellebbezett. Egy akkor 17 éves diák 2019. decemberében késelte meg a tanárnőjét a győri Jedlikányos középiskolában, miután egy 3-as osztályzatot kapott a dolgozatára. A gyerek egy zsebkést használt a támadáshoz, amit korábban az édesapjától kapott ajándékba. A fiatal 3-szor sújtott le a tanárnőre, életveszélyes sérüléseket okozva az 51 éves nőnek, aki végül túlélte a támadást. Szüleivel érkezett a vádlott a győri törvényszékre hétfő délután.
A megyei főügyészség előre kitervelten közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat a fiúval szemben. A bíróság a vádpontok nagy részében bűnösnek találta az immár felnőtt férfit. A bíróság 5 év szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítéli. A bíró leszögezte, az ítélet nem csak a vádlott számára kell, hogy figyelmeztetés legyen. A rendkívüli tárgyi súlyú és a közvéleményt, különösen a bűncselekmény elszenvedőjét és szemtanúit súlyos fokban megrázó, megrendítő, a társadalom tagjaiban megütközést keltő bűncselekmény esetében szem előtt tartva az általános megelőzés követelményét, csak is és kizárólag a szabadságvesztés büntetés jöhetett szóba. A szakértői vélemények alapján a vádlott személyiségzavarai ellenére is felismerte a büntet pillanatában, hogy mit tesz. A vádlott ügyvédje más minősítésért és a büntetés enyhítéséért fellebbezett. Ő nem a börtönbe való. Neki nem tudom, milyen hatással lenne rá a börtön. Kicsit sokallom egyébként, tehát a fellebbezés másik iránya az enyhítés, mert nem szeretnénk azt, hogy ő elbudjanjon, ő neki félresik olyan az élete, ha bekerül egy ilyen börtönközösségbe, tehát mindenféleképpen szeretnénk, ha valamivel rövidebb tartamba vehetne részt ezen a büntetésen. Az ítélet nem emelkedett jogerőre, így az ügy másodfokon folytatódik, a késelő egykori diák pedig bűnügyi felügyelet alatt áll. Az osztrák rendőrök körözték azt a férfit, akit még csütörtökön fogtak el a terrorelhárítási központ segítségével a belga-magyar kettős állampolgár ellen szexuális kényszerítés, fenyegetés és erőszak gyanúja miatt adtak ki nemzetközi elfogató parancsot. A Somogy megyei Babócsán kapták el, gáz- és riasztó fegyvert is találtak nála. Kattant a bilincs, és már vitték is azt a 37 éves férfit, akit az osztrák rendőrök köröztek. A belga-magyar kettős állampolgár a Somogy megyei Babócsán bujkált. A készenléti rendőrök kapták el még múlt csütörtökön. A TEK műveleti egységének a segítségét kérték, tekintettel arra, hogy az osztrákoktól olyan információt kaptunk, hogy lőfegyverrel is rendelkezhet a férfi. Amikor elfogták, ruházatát vizsgálása során 2 gáz- és riasztófegyver is volt nála. A férfi ellen szexuális kényszerítés, fenyegetés és erőszak gyanúja miatt adtak ki nemzetközi elfogató parancsot, és jelenleg az egyik fővárosi börtönben várja, hogy mi lesz vele. Az határozza meg az eljárás menetét, hogy uniós államba, vagy pedig harmadik országba kerül kiadásra. Hogyha uniós országok között történik a kiadatás, akkor az sokkal gyorsabban és olajozottan megy. Ilyenkor a letartóztatását követő, helyesen őrizetbevételét követő 3 napon belül a fővárosi törvényszék ülést tart az ügyben, ahol elsősorban arra nyilatkoztatják, hogy hozzájárul-e az átadásához. Ha hozzájárul, 10 napon belül elszállítják, ha nem, akkor 60 napon belül kell erről dönteni. Az ügyvéd szerint a szexuális bűncselekmények ügyében a bíróságok a többi feltétel megléte esetén az elfogottak hozzájárulása nélkül is jóvá hagyják a kiadatást. Halálos baleset történt délelőtt Kalocsánál. 2 kamion ütközött össze, miután az egyik jármű vezetője nem adta meg az elsőbséget egy kereszteződésben. A karambolban mindkét sofőr megsérült, egyikük olyan súlyosan, hogy a helyszínen meghalt. A másik sofőr csak feszítővágóval tudták kiemelni a vezetőfülkéből. A mentőszolgálat esetkocsit és mentőhelikoptereket is a helyszínre küldött. 5 meghaltak, többen pedig megsérültek, amikor buszmegállóba hajtott egy ittas sofőr az éjjel Pozsonyban. 2 sérült állapota még mindig válságos, őket kómában tartják az orvosok. Az autót vezető sofőr nem csak ittas volt, de többszörösen túllépte a sebességhatárt, úgy tudni, hogy fékezés nélkül hajtott a várakozó tömegbe. A gázoló sajtóinformációk szerint a szlovák Siketlimpiai Bizottság főtitkára a baleset idején fia is mellette volt az autóban, aki szintén ittas volt. A hideg aszfalton hevernek az áldozatok ruhadarabjai. A hatóságok a környéket lezárták, még hétfő reggel is tartott a helyszínelés. A tragédia Pozsony egyik forgalmas csomópontjánál történt. A szlovák rendőrfőkapitány elmondta, ez a város egyik legveszélyesebb kereszteződése. A rendőrség szinte folyamatosan biztosítja itt a forgalmat, rendszeresen folytat sebességmérést és szondáztat is. Mégis épp itt történt ez a tragikus baleset, mondta Hamran István.
Több mint egy tucatnyian álltak az Ohova utcai buszmegállóban, amikor vasárnap éjjel 10:30-kor egy autó nagy sebességgel a várakozók közé hajtott. A helyszínen nem találtak féknyomokat. A sofőr fékezés nélkül a megengedett sebesség többszörösével hajtott fel a járdára és elsodorta az embereket. Négyen a helyszínen szörnyet haltak, 10 megsebesültek, közülük 6 szorultak kórházi ellátásra. 3 életveszélyes sérülésekkel kezelték és mesterséges kómába helyezték. Egyikük egy 21 éves lány hétfőn belehalt sérüléseibe. Borzasztó tragédia, többen közülük diákok voltak. Volt, aki ma kezdte volna az egyetemet. Nem tudok mást mondani, mint hogy kifejezzem mélységes bánatomat és együttérzésemet az áldozatok hozzátartozói felé, mondta a szlovák belügyminiszter. A rendőrség közölte, a sofőrt a helyszínen letartóztatták, az intézkedésnek azonban erőszakosan ellenállt. A vizsgálat kimutatta, vérében 1,6 ezreléknyi volt az alkoholszint. Az autóban ülő másik utas is részeg volt. A szlovák sajtó értesülései szerint a sofőr Dusan Gyedecsek, a szlovák siketolimpiai bizottság főtitkára, az autó másik utasa a fia lehetett. A legfőbb közjogi méltóságok Zuzana Csaputova államfő, Eduard Heger miniszterelnök és Boris Kollár házelnök is részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Amerikában csak nagyon lassan haladnak a mentési munkák az Ian Hurrikán múlt heti pusztítása után. Florida egyes részeit, különösen a kisebb szigeteket csak napok alatt tudták elérni, az itt rekedt túlélők eddig teljesen magukra voltak utalva. Egyre több bírálat éri közben a helyi hatóságokat, mert voltak olyan megyék, ahol nagyon későn szólították fel az embereket a menekülésre. A floridai Matlacsa-sziget egykor tele volt színes üzletekkel, éttermekkel és tengeren néző kertes házakkal. Az Ian Hurrikán pusztítása után mindebből csak rom és törmelék maradt. A vihar elárasztotta az utcákat és elvágta a szigetet a szárazföldtől. Azoknak, akik itt rekedtek, napokat kellett várniuk a segítségre. Csak vasárnap jutottak el a mentőegységek a floridai partoktól még távolabb fekvő Pine Islandre. Csónakokkal és helikopterekkel kellett megközelíteniük a környéket. Megbecsülni sem tudták előre, hány embert ejtett ott csapdába a hurrikán. A szigeten szerda óta nincs áram, és a mobiltelefonok sem működnek, így az itt rekedtek csak egymásra számíthattak. A vihar által leginkább sújtott területekre csak lassan érkezik a segítség. Az itt élők többsége a nyugdíjas éveire költözött a napsütötte Floridába, ám most mindenüket elvesztették. Fogalmunk sincs, mi lesz ezután, nincs se víz, se áram, mondta egy helyi lakos. A környéken fogytán a parackos víz és az üzemanyag is. A benzinkutak körül több mérföldes sorok alakultak ki, az emberek nem csak a járműveikhez, hanem az aggregátorokhoz is viszik a benzint. Becslések szerint a hurrikán Floridában legkevesebb 47 milliárd dolláros kárt okozott, de a kártérítések végösszege akár a 100 milliárd dollárt is meghaladhatja. Sok floridai lakosnak nem volt biztosítva az ingatlana, de akik rendelkeznek megfelelő biztosítással, azok sem optimisták. A szövetségi kormány 5 ezelőtt az Irma hurrikán pusztítása után is megtagadta tőlem a segítséget. Egyetlen dollárt sem kaptam, pedig volt biztosításom. Fakadt ki egy nő, miután felmérte az otthonát ért károkat. Az ilyen hurrikán Florida jelentős részét letarulta, mielőtt tovább haladt északnak, Dél-Karolina állam felé. A viharban legkevesebb 81-en vesztették életüket, de sokan attól tartanak, hogy a helyreállítási munkák közben a mentőegységek további áldozatokra bukkanhatnak majd. A vihar elvonulása óta záporoznak a kritikák a hatóságokra. Kiderült ugyanis, hogy egyes megyék vezetői nem rendelték el időben az evakuálásokat, illetve nem adtak pontos előrejelzéseket arról, merre tart és pontosan hol ér partot a hurrikán. 3 után ismét kolera miatti halálozást jelentettek Haitiról. Az országot a 2010-es pusztító földrengés és a 2016-os Matthew hurrikán is letarolta, azóta pedig politikai bizonytalanság és bandaháborúk fokozzák a nyomort. Szeméthegyek az utcákon, amerre csak a szem ellát. Haiti kormánya vasárnap bejelentette, hogy a szigetországban újra felütötte fejét a kolera járvány, mely ismét gyorsan terjed. Az eddigi információink szerint a halálos áldozatok száma 8 emelkedett. A mai eset egy olyan közösségben történt, akiknél hasmenés és hányásos tüneteket regisztráltak, nyilatkozta az egészségügyi minisztérium igazgatója. Haláleseteket eddig a fővárosból, valamint a banda háború dúlta nyomor negyedekből jelentettek, ahol több ezren élnek összezsúfolva, egészségtelen körülmények között.
Haiti legerősebb bandája továbbra is ellenőrzi a fő üzemanyagterminál bejáratát a fővárosban, ami üzemanyaghiányhoz vezet az amúgy is szárnyaló árak közepette. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a két hete tartó széles körű tiltakozások és útlezárások is bénítják a városokat, ezért az ivóvízszállító teherautók közlekedése is leállt. Haiti egészségügyi minisztere szerint az embereknek joguk van tiltakozni, de arra kér mindenkit, hogy engedjék be az ENSZ, illetve az egészségügyi személyzet dolgozóit az elzárt városrészekbe, hogy megfékezhessék a kolera terjedését. A szigetország legutóbbi kolera járványa egy évtizede csaknem 10 000 ember halálát okozta, és mintegy 850 000 embert betegített meg a 11 milliós országban. Itthon meghaladta az 1 000 milliárd forintot a mezőgazdasági károk mértéke az idei aszály miatt. Egyebek mellett ez derül ki Áder János korábbi köztársasági elnök Kékbolygó című internetes beszélgető műsorának legújabb adásából. A környezetvédelmi témákkal foglalkozó podcast vendége ezúttal Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke volt. Teljesen kiszáradt a kukoricás alatt a termőföld. Ezek a felvételek nyáron készültek új kígyós külterületén. Bár azóta csapadékosabb hetek állnak mögöttünk, a károk nem csökkentek. Meghaladta az 1 000 milliárd forintot a mezőgazdasági károk mértéke az idei aszály miatt. Becslések szerint az év végéig az idei csapadék mennyiség duplájára lenne szükség a számottevő javuláshoz. Az idei aszály azért rendkívüli, mert ezt két aszályos év előzte meg. Egyrészt. Másrészt nem volt elegendő csapadék sem a télen, sem a tavasszal. Ezzel a témával foglalkozik Áder János korábbi köztársasági elnök Kékbolygó című podcastjének október elejé adása is, melyben Györfi Balázzsal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével beszélget. Nagyon mélyen ki van száradva a termőtalajunk, nagyon mélyen vannak a talajvízszintek. Bár az elmúlt hetekben több centiméter csapadék is esett, ez arra elég, hogy a mag elinduljon, de ha nem esik kellő mennyiségű eső, akkor ez azonnal ki is szárad és elpusztul a vetés. Ezért az őszi vetésű növényeknek egyre nagyobb szerep jut. Én egyre nagyobb hangsúlyt fektetek az őszi vetésű növényi kultúrákra most már évek óta, mivel azokat kevésbé viseli meg az aszály, illetve a meglehetősen magas hőmérsékleteket hozó nyár. És most is azt látjuk, hogy az őszi vetésű kultúrákban nem okozott akkora kárt az aszály, mint mondjuk a kukoricában. A beszélgetésben arra is kitértek, hogy az aszály egész Európa szerte nagy károkat okozott. Az Európai Bizottság például úgy számolt, hogy az elmúlt 500 év legsúlyosabb aszálya volt az idei. Ennek ellenére hazánk ellátása biztosított. Még ilyen rendkívül aszályos, minden korábbi rekordot lényegében megdöntő esztendőben is meg tudjuk termelni az ország lakosságának a szükségleteit, legyen szó kenyérgabonáról, legyen szó állati takarmányozásról, ez jó hír. De a világ nagyon sok országa nincs ilyen kedvező helyzetben, és bizony ott komoly hiányok, a hiányok miatt ellátási problémák, az ellátási problémák miatt pedig társadalmi feszültségek lehetnek. A Kékbolygó című műsor adásai elérhetők az interneten és a legnépszerűbb videó megosztó portálon is. A kínai nemzeti ünnepen mutatkoztak be a nyilvánosság előtt a legújabb ikerpandák. A hím panda ikerpár nemrég született a kínai Chongqingi állatkertben, de eddig csak a gondozók láthatták őket. A 10 éves anyapanda 2 évvel ezelőtt is ikreket hozott világra, akkor nőstény ikerpárt. Az állatkert jelenleg 17 pandának ad otthont, a fogságban élő óriás pandák száma világszerte elérte a 633-at, a vadonban pedig alig több mint 2 000 panda él, többnyire Szecsuán és Shanxi tartományokban.